Na szevasztok fiúk, lányok, ez itt újra a KTN Gaming, én pedig Zenda vagyok. Folytatjuk tovább az L.A. Noire-t. Ugye a legutolsó részbe végeztünk a kápszeresekkel. Hát nem túl pozitívan jöttünk ki a végén, mindegy, ebben most nem menjünk bele. És átraktak minket a tűzvizsgálókhoz, ugye ott már megcsináltunk egy küldit. Múltkor. És megkaptuk a második ügyet. Ugye az első ügy az elég érdekes volt, ugye. Két tűzesetünk volt egyszerre, de igazából összefüggtek a dolgok. Ki a Dominik? Az Game Ramsey. Itt viszont ugye a második küldibe, meg egyelőre csak egy eset van, ahova kihívtak minket. Pedig nekem úgy rémlik, mint azt mondta volna a társam, hogy minden küldinél egyszerre, mintha kettőt kéne vizsgálni. Ó, de szépen leégett ez. Na mindegy, én csak örülök, ha egy van. És hát ez se volt egy nagyon szuperül. Hát szóval itt se úszták meg, elvileg mindenki bennégett. Legalább négy halott. Erős a gyomlő. Jaj, nem már! Basszus, ezek itt égtek halálra! Ne! Te jó ég! Anything else? Be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch, he's the expert. Doesn't make any sense. De ezek... Why aren't they scattered around like the... Imádkoztak és úgy égtek meg? Azt a mindenit! I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. It wouldn't have felt. De hogy maradtak ezek ilyen pozícióba? I think someone moved him into this room after. Tehát nem abba haltak bele, hogy megégtek, hanem előtte már gázmérgezésbe, és utána hozták ide ők. Mi van? Hú, itt mindig valami nyakatakért a sztori, ez nagyon jó. Jé, basszus. Muscles and tendons contract. Aha. Hát ez nagyon durva. És ez a kép, ez hogy élte túl egyébként a egész háztüzet? Itt a család egyébként. De... Nem azért, de akkoriban ugye ezek ilyen papírok voltak, ugyanúgy, mint most is. A keret az szénné égett, ami gondolom fa. De a papír hogy nem égett szarra? A Dominiknek jó a kérdése egyébként, igen. Abszolút. Én is ezen gondolkozok. Ja, most ugyanarra próbálj terelni a szállat, mint az előzőbe, hogy ugyanaz a cég volt esetleg. But you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Can you come up with an alternative explanation? I'm sure, it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? Might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. Opa! Oh, Chori! A társadalom nem bírja, az kirohant a picsába. Szegénynek leesett itt a feje. Jaj, na jó, menjünk innen. Azt a mindenit. Várj, itt valami van. Hú. Mi ez, egy kis izé? High cafe? Jaj. A vödör! Szia, fi! Na már itt mi? Mi ez, zseblámpa? Az. Junk. Hát az most már biztos, hogy junk, azt tuti.
Itt mi? Ó, kis basaballabda. Semmi. Fiók? Nem. Meg kéne keresni a cirkót. Mi? Vasaló. Hát, szerintem se. Ne, itt nem tudsz kiugrani. Emelet nincs, szerintem. Ja, várj, de van pinyó! Oh. Hát, ha itt okosabbak leszünk. A tricikli az itt van. Mi? Ha, itt robbant fel a cirkó. Na de várjál. Itt csak egy kalapács van. Ez semmi. Itt semmi. Nem. Ezt nem lehet kinyitni? Na jó, várjál, nézzük meg kívülről. Ha csak nem, innen. Na, nem, oda nem enged, de beenged most. Nézzük meg kívülről. Jobban vagy. Something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You get this? You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. We should take a look around, work the neighbors, see what they know. Lehet, hogy tényleg itt is ugyanaz lesz. Összefügg az első esettel. Na, ki kell kérdezni a szomszédokat. De várja, én még itt megnézném ezt a robbanáspontot, ha nem gond. Itt kint. Várja, itt van valami. Aha. És milyen érdekes, hogy megint ez robbant föl. És... az utolsó 4 esetben ugyanaz a csávó volt kint. Ez a Reginald tököm tudja ki. De nem lehet bemenni, mi? Nem. Hát minek is mennék be. Ó, szomszéd! Hello! Van egy-két kérdésem. LAPD. Can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, again, sir? Foreman. Dudley Foreman. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep and we heard the explosion. Szerintem valamit... You didn't like Morelli. Szerintem valamit eltitkolsz. Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. Ja, hogy nem igazán jöttetek ki egymással. Down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. You said someone is knocking these houses down.
Elysian Fields. You must know them. Billboards? That Monroe character beaming down at you? We've had enough in the house. Szia, Kolos! Did the Morellis want to sell? I don't know. Nem tudod, hogy el akartak eladni a házat? Hát mondjuk rosszba vagytok, úgyhogy még el tudom azt is képzelni. Hát pedig nem volt jó. Like I said, we had some history. You said the Morellis had won a weekend away to Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. Then I find out they were still in there. Who was running the competition? Yeah. What? I don't know. Ez esetleg nem tudod. Joker. Na jó, higgyünk neki. You didn't enter yourself? I'd already agreed to sell. The competition was an incentive for those who were still thinking about it. Na jó, hát ti nem vagytok nagyon jóba egymással, ez így... Oké. Okay. Na várja. All a man can do is put in a prayer for the dead. Jó, ja, köszi. Na, azt mondja, hogy miből élünk? Igen. Milyen nyomaink vannak? Az oké, okay. Családi fénykép íz meg, de igen. Aha. Jó. Erre, ott még a szomszédokkal kéne valami dumálni. Itt a csávó, mit keres ez itt? Mit csinálsz itt? Help me out. We need more from the neighbors, Cole. Keep working them. Aha. Hop, hop. Na, teszem. Na, várja, akkor ez a szomszéd meg volt. Hát... Ezek csak itt bámészkodnak. Hát itt nem nagyon vannak. Várjál csak, ott arra még... De itt még mindig nem vette el itt a fehér pöttyöt. Emberünktől. Nem tudok bemenni hozzád, hallod? Körbenézni. Hopp! És mit csinálják ezzel a cipővel? Aha. Hát ez nem katonai bakancse, valóban. Mi van? A végén még gyanúsított lesz a szomszéd is. Lehet, hogy bosszúból csináltam már, hogy mit én gyűlöli őket. Nem már. Ezért nehezen tudom elhinni. Egy kis lapát. Hát, de nem tudunk bemenni. Ó, oh, Csórinak aztán beállt ide a... Pa. Jó, hát. Ő is nagyon örülhet neki. All a man can do is put in a prayer for the dead. But all I've gotta say about it. Erre, valamit nem veszünk észre. Mi? Ja, Csabi! Meg annyira nem. De mit látsz itt? Ja, várjál, lábnyomok! Whoever he was wearing boondockers. I would know that imprint anywhere. És a cigit nem tudjuk megnézni. Someone was keeping watch. Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Na várjál, de itt a szomszédnál van. Itt nem látjuk, hogy honnan jött. Figyelj már! Nem tűnt fel valamit? Nope. Can't say as I was looking out, though. Biztos vagy te benne? You sure, Mr. Foreman? There are signs of someone hanging around over there by the fence. Igen. Hey,
Now that you come to think of it, there was a guy. Kind of tall. Skinny, though. Anything else? Orange lumber jacket. Beat up... Tenation! Jaj, bocs! Annyira belemerültem itt a... gémbe. But that guy had hair. Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. Ja, Isten, eszébe jutottak a dolgok. That would be great. Nem, nem hiszem, hogy cigivel gyújtogattak, csak, az csak azért kellett, hogy teljen neki az idő. What did you pick up? Folded piece of paper. Oh, origami. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Szedd már szét, hogy miből csinálták. There's a legend about them. You fold 1000 of these and you get a wish. Csinálunk ezret, lehet egy kívánságunk. Jaj, de jó. És milyen papírból csinálták? Hey, don't break it. Nyugi már. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. Hmm. What? Építsen egy jobb Kaliforniát. Elysian Fields. For Elysian Fields development. Hmm. Na várjál, föl kéne hívni őket. Na mondjad, szomszéd! Oh, I see you already have one. Na mit, mit? Oh, uh-huh. Ugyanaz, csak itt van egy ilyen levágható kis szelvényke. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Uh-huh. Köszi. Na, azt mondja, kell nekünk egy telefon. Jaj, hát milyen érdekes, hogy van itt egy rendőrségi teló. Na, kérdezzük csak le, hogy mi ennek a címe. Na, aztán már. I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. One moment, detective. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? We'll need to check that. Messages, please. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. No, mayor. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Ja, egy füst alatt le is intézzük ezt. We're about to go and visit Elysian Fields developments. You're about to do what? Me? Waylon Monroe? He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. Hmm. You're hanging by a thread, Phelps. Tűzvizsgálunk velünk, tűzzel játszunk, igen. Yes, sir. Good. Oh. Report on my desk today. Ezek nem akarja, hogy oda menjünk. Kelty has warned us off over a lesion. Ez így baj. Makes sense, it's at that end. We should check out Rancho Escondido. You know the place? Sure, corner of Fountain and Wilton. Let's go. Na, te megmondtad egy másik helyet, nagyon jó. Ó. Oh. Jó, 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 lesz ez, gyere. Gyere, akkor nézzük meg azt a színt, amit te mondtál. Az Elysiumot egyelőre hagyjuk, ha már leakasztottak minket rólam. Ja igen, ezt bekapcsoljuk. Ja, ez még mindig nem kanyarodik valami hüde jól. Milyen messze van ez a szutyok? Na jó. Ó, várjál, várjál, milyen messze van. Attól függ. Hol vagyunk? Ott vagyunk. Ó, hülye vagy. Hát én addig nem megyek el. Azok ott maradnak. Na, megoldjátok szépen.
Elvileg már nagyon közel vagyunk. Várja, Kői utcán lekanyarodunk balra, és szerintem egy-két utcán még megyünk, és ott is leszünk. Na várjál már! És le vannak égve. I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not safe, this is America, dickhead. Sir. Now step back or I'll lock you up for a play. Son of a bitch. Oppale! You sorry, oh, te megbunyó van itt! Had a bad break. Nyugalom, nyugalom! Hopp! Igadjatok már le! Tata, nyugi van! Nézd oda! Tata, földre! Na, ügyni, ott maradsz. Good thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. Igen, valami olyasmit mondott, furcsátom is, hogy az elején egy volt, és örültem is neki, de... Azt mondja, hogy egy, azt mondja, kettő, három, ott van még egy, ott van még egy, ott van még egy, sok. Ez sok. Mi a franc van itt? Ott is le van égve. Most mit csináljuk? Aha, de most itt az egész hóbeláncot nézzem körbe. Mindenhol. Várja. Itt honnan terjedt a tűz? Nem kezdett el átjönni. Hát valószínű, hogy itt. Várja. Itt rohadt gyorsan tudok futni, az gyanús. Csak kocogni enged. Menjünk be a házba. A cirkót kéne megkeresni. Aha, nem enged be a házba. Az úgy baj. Hol volt itt a robbanás? Hogyha ez itt is robbanás volt. Várjál. Ott a rendőrt kéne elkapni, hogy mi van. Ez hol van? Hova vagy, Jani? Gyere ide! Hope you can find out who did this. These people have a right to be angry. Jó, kösz. Sokat segítettél. Mi van? Szedted a téglát, és? Mortar is like dust. Is that normal in a fire? Aha. You'd expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. Yeah, hát igen, a könyvesek egy kicsit kisporolták az anyagot. Hoppa! Nem is kicsit. If we're paying a visit to Elysian and ruining my career, let's bite the bullet and get on with it. Hát? Elég szarul néz ki ez a ház így. De várj, és a többi is ilyen trágya. És találunk valami hasonlót? Ezek, de itt hogy sprintel a karakter? Nem, itt nem találunk ilyet. Ez brutálisan leégett. Tehát eddig szerintem ez égett le a legdurvábban. Várj, a társunk az hol van?
Másunk nem is jön velünk. Mindig ott maradt. Hol van ez a majom? Halló? Erre itt szemben van egy tűzoltó, Verda. Tűzoltó nem mond nekünk semmit. We were too late to save anything. Sorry. És én érkeztek ahhoz, hogy bármit meg lehessen állapítani. Ez így baj? Na várjál. Aha, ez ki is van húzva. Jó, akkor irány ide. Engem nem érdekel, hogy letiltottak az ügyről. Én ellátogatok oda, és a társam is ugyanezen a hangon van. Egyet ugyanezen a véleményen, ő is azt mondta. Nem érdekli, hogyha kirúgják, de... oda el kell mennünk. Ja, hogy te már benn vagy a kocsiba? Aha. És itt ennyi hely kéne nekik? Ez is vajon a hely miatt... Na, pelé. Ezt is vajon a hely miatt gyújtották fel? Mint az elsőbe. Mi nem akarták eladni a telküket? Hm. Érdekes. Ó, itt micsoda építkezés van itt is. Itt jobbra tőlünk. Várjál. Ne dudáljál már, amikor szirénázva megyek. Jaj, de szarul kanyarodik ez a kocsi. Ki ne gyere elém, hallod? Ki ne gyere elém. Nem tudok megállni. A basszus, itt el kell fordulni. Várjál. Oké. Mi? Lebeg a oszlop. Mi a tök? Ez squad! Ha! Volt közvilágítás, mi? Így oldották meg. Na, Elysian Field. Innen voltunk letiltva. A polgármesternek jó barátja. A tulaj, vagy valami ilyesmi miatt, ha jól emlékszem. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the police, lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are two police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. Super. Mehetünk be. And that's our cue. Thanks, ma'am. May I help you, gentlemen? Would like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in. Sarge. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. Ó, de bunkók vagytok erre felé. For your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Cancino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my office. Na. Bunko! Na. Igen? You like a cigar? Drink, boys! Sure, I'll have a scotch. Biggs! Oh, te már rögtön lecsapnál viszki. Várjál csak, aha. Ez nem az a hely, ahol leégett az összes ház. Itt csomó makett van. Sázak meg minden. Ó, oh, basszus, pedig át akartam menni még a túloldalra. Terrible, boys.
can I help? Szia, Adler! Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. Igen. Na várjál, valamit szerintem eltitkolsz. We found a family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Igen. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Point is, every time we find a family barbecued, we find one of your flyers. Is that good advertising? What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? Yeah, ennek a Palinak nem lehet olvasni az arcára. Ez egy konkrét egy ránc az egész arca. I'm not familiar with that one. Na várj, most nem figyeltem, hogy mit mond. Aha, jó, de nem értem, hogy mit mondott. Várjál, nem lehet szöpörgetni a szövegeket? Igen, 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 igen. Á, de itt van. Igen. Ez pont nem ismerős neki. Aha, hát akkor... Igen, megkapott szépen a szórólapot. Whatever you like, son. You're missing the vital ingredient called proof. Azt mondja, hogy... Itt van. Your face is all over the flyers, Mr. Monroe. You know about the prizes, and you're aware that they get given to holdouts. My face is the brand. It's on all our advertising. Did you know that the mayor and the chief of police are part of the Suburban Redevelopment Fund? Ezért vagy te olyan nagyra magaddal. You've made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans for a family like the Morales? Végül is igen. We work around them. Business finds a way. That's the American way. Na várjál, most nem tudom olyan dönteni, hogy most mi van. De nagyon rángatózol, öreg. Most nem tudom, hogy ez azért ennyire öreg vagy, vagy valamit el akarsz titkolni előlem. Come on, Mr. Jó, azért el akarsz valamit titkolni. One of those old piles smack bang in the center of it. Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the waste basket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. Mekkora egy szemét ez az ember? What's Elysian Fields' involvement in Rancho Escondido? One of our latest housing developments. It was due to open on the weekend, or was before the unfortunate conflagration. Yeah. It met with building code regulations. Absolutely. Only the best for our returning heroes. Várjál, mi volt a kérdés? Mit kérdeztünk? Építési szabályozatot, aha. You're lying. There's something out of kilter about that. Hát erre kisporolták az anyagot. There's no way in hell you can prove that my materials were inferior. Igen, tényleg? Várjál, most van gyenge minőségű cement, ott van. Ehhez mit szólsz? I'm no expert, but I think we'll find that the bricks being used on those houses are undersized and the mortar is faulty. And there's no wall ties connecting the masonry to the frame. Every building is built to a budget, boys. Those buildings were inspected and fully insured by California
Aha, jó, kösz. Van egy újabb kontaktunk. Tudja, hogy le vannak kenve. The arsonists. Do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for waybills. You suppose it could be any of them? I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. My secretary will provide you with that list. Yeah. Ez a bunkóházi ott kint. Na, nyanya, azt ide lebassza elém, hallod? Mekkora egy bunkó vagy? What's the story? Any of these names ring a bell? Na várja. Melyik névnek kéne, hogy ismerős legyen? Cigarettázó ember, igen. Nem. Egyébként igen, tehát egy igaz mondata nem volt szerintem. Legalábbis... Mindig el akart valamit titkolni. Hát a tököm. Várja. Nem. Már melyik? Mi van? Herbert Chapman is on this list. És az miért jó? Hol találkoztam én Herbert-tel? Keressünk egy telefont. Itt ebben a nagyházban nincs egy telefon. Szépségem, nincs egy telefon? Hát nincs, bazza. Ja, főnök, egy rendes ember, jó. Hát mi is kamuzunk azért. Na, itt van egy telefon. Ah, Dominik. Phelps, badge 1247. How could I help, detective? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. He was released this morning, detective. Damn. I'm sorry, detective. Not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy? I'll get back to you, detective. APB will go out... Az első eset, amikor nem tudtak megmondani nekünk egy címet. Vagy bármilyen infót, amit kérdeztünk. Azért ez durva. És elmentünk egy bárba. Ja. Ó, ez a szokásos bárunk. Na, itt a volt társam. Buy me a drink, Cole? No. Not even for old time's sake. Not even for that. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. Get around her. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel Save about... Save the threats for someone who cares about them, Roy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Stay away from Elysian Fields. I should have known that you were playing. De ez is azt mondja, hogy maradjunk távol az Elysiumtól. De miért? You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in that company. I have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Az a boy. I'll be taking over from here. Vagy itt a rendőrségnél mindenki korrupt. Mi vagyunk valamilyen szinten rendesek, még az egy dollár se nyúlja le a csávó. Hiába szeretném. És... az a gyanúm, hogy szerintem ez lesz a vesztünk. Hogy túlságosan jó fiúk vagyunk. És nem tudom, hogy mi fog történni, de... ez is figyelmeztetett minket, ugye az előző társunk, ugye Roy, hogy... maradjunk távol, mert baj lesz.
Nem tudom, gyártom magam itt az összeesküvés elméleteket. Ja, Gosti! Na. Vedd föl. 11K, go ahead. Na, ho-ho-ho, megvan az utolsó hely a Chapmannek. Hol is jelölöd? Nem jelölöd föl, nekem kell. Há? Chapman lakása? Na, akkor irány oda. De mi, hol van a tűzoltó Verda? Visszakaptuk ezt a sutyerák kocsit. Ó. Rest of the campaign. Jack keeps stum just like you do. I know what it feels like to get back from college. Jaj, várjál, ez meglepően jó kanyarodik a tűzoltó kocsi után. Ahhoz hozzá voltam szokva. Jaj, ebbe aztán van szervó. Te dudáljál már! Főleg, hogyha használom a szirénát. Basszus, most mennyien vannak az utakon? Basszus, ilyen messze lakik Chapman. Várj, itt elfordulunk jobbra. Hopp! És építkeznek, mint az állat. Na várjál, ha itt építkeznek, akkor lehet rövidíteni. Akkor így bemegyünk az építkezésre. Jaj, mi dobott meg? A semmim voltam. Ott ott valami láthatatlan fal. Várjál itt. Várjál, itt van a lebegő vizé. Benzinkutas oszlop. Nagyon kemény. A villamos nem szarozik egyébként, a simán elütne. Eszébe nem jut, hogy lassítson. Az hagyján. De jó múlt korábban meg, amikor fölakadtam a támfalra. Az is jó volt. Jajaj, te meg itt bevágsz elém. Na, megjöttünk. Jaj, az meg eldobta a virágot. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. Aha. He's definitely not here. Nincs itt. On his door off and on for a couple of hours. Yeah. He's out somewhere. Az baj. There's some kind of problem with the car. Kutya. Okay. 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 No. Mi van itt? Oh, teli van plakáttal. Nem, dehogy is. Nem a kontroller, véletlenül sem merült le. Építsen ki egy jobb... Igen, 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 ezt tudjuk. Melyik elem a... Na, ezek egyre kevesebbet bír ez a rohadt feltölthető aksi. Nekem már ezekbe is... Na, ez az. Jó, ez jó. Na, hol tartottunk? Na várjál már, ott van egy ilyen szar. Igen, ez ha láttuk már az előző küldibe, ezt használták ahhoz, hogy a levegőbe repítsék ugye a megbuherált cirkót. Igen. És ez meg mi? Micsoda? Töltény? És nem fullos, tehát valahol kell lennie Stuckernak. Ugyan a 8 töltény hiányzik. Bizony, fegyver van nála.
elég gáz, hogyha nyers az a kakaós csiga. There he is, it's Chapman. He's coming out of the laundromat. Shit, he's seen us. Aha. Cops. Again. Aha, 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 aha. És ott a Stucker nála. Fölvett a villamosra. Beszarok. We gotta move fast, Cole. I'll call this in, get some cars dispatched. Hogy állítok meg egy villamost? Car 11K calling KGPL. De várj, de azt legalább tudjuk, hogy hova fog menni indik. 11K requesting assistance in pursuit of suspect. Mikor kanyarodik, mikor nem. Na várjál. Hogy állítom meg a villamost? De most egyszerűen kívül. Hát mindent eltol. Hm? Én nem, nem merek elé menni konkrétan. Jó, mi a... Ez mi volt? Megdobott a semmi. Jó, én rá vagyok tapadva. A villamos az így írtja magát. Hopp, szegény tűzoltó. Az igen! Nem sokon múlott, hogy elvigye. Puff! See if he can damage one of the wheels. Might act like a brake and slow the thing down. Próbálj megrongálni a kerekeket. Beszarok! Lőd ki a villamos kerekét, azaz IQ... Hát ez aztán nagyon realisztikus. Na ne! Na jó! Azért mindenek van határa. Mi van, kilukadt a villamos kerék, vagy mi? Ne fárasszál már. Hát lőtt, úgyhogy le kellett lőni. A villamosnak van kereke amúgy, csak az azért elég masszív egy kerék. Fires benefit Elysian in some way. I see Chapman and Monroe working together. Adam, I'm the kereken guru. The evidence is good for Chapman. It's hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big 45. Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that... Az a baj, a játék nem különbözteti meg, tehát ha lábbaraci, az alkus meghal. Teljesen mindegy. I'll be calling Richard Nixon a crook next. Itt tök mindegy, hogy fejbe lövöd vagy lábra. A kérdés, hogy mennyivel hamarabb hal meg. Na várja. What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. Hát akkor itt tényleg egy kis románc van. You worked for Elysian? The roof that he was working on collapsed. Very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Hát ja, próbálkoztam olyannál még a legelsőnek, de sajnos ez úgy nem jó. Ha lőni kell, akkor az már mindenképp halál lesz. Hates my guts. Elsa, you could take this money and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. Azt nem értem, hogy ezért a nőért miért kellett otthagyni a asszonyt meg a gyereket. Mi?
Így lezárva. Ó, jaj. Ez érdekes. Hát akkor Chapmanre ráfogtunk mindent, aztán nyugodjon békében, ennyi. Ügy lezárva. Jó, de nem volt egy hosszú küldi, szerintem eddig ez volt a legrövidebb. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Hát ez meg mi? Igen. Elékeve megtaláltja a 20 000 dolláros csekket. Mi van? És miért kap ez 20 000 dollárot? Ja, hogyha elfogadja az megállapodást, akkor megkapja a 20 000 dolcsit. Az azért nem kevés, főleg ilyen tájt. Ja, Tomi. I don't accept this. What do you mean you don't accept? Hát nem fogadja? Your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case file. Érdekes. Mi? There's got to be more in these files. Ez mi? Várja. Bíratszám. Biztosító, igen. Lapozza. Ja, igen. Ja, várj, ez ilyen kártérítés, vagy valami ilyesmi. A haverja az meg leesett, és el akarják tusolni az ügyet, és ezért kap 20 ezret? Elemetlen. Itt most mit kéne tapizni? Mert itt nem lehet. Nem tudok lapozni. Ja, nagy vezír! Erre, ezt nem lehet lapozni tovább? Nem. Mi a tökre kell itt bökni? Ja, várja. Nem is kellett bökni semmire, csak nézelődtünk. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Mm-hmm. De várjál már. Szerintem igaz. De... This was an industrial accident. How do you know that? Because it says right here in black and white. Do you believe everything that you read, Mr. Kelso? De várjál, ide jön aztán még ha kamuzik is. Na jó, hát akkor ezt így nézzük. No. Nem tudom levőny meddig tart. Szia, Clash! We were family friends. Na jó, oké. You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Yes.
We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. So the roof collapsed. Accidents happened. What exactly are you trying to achieve here, Ms. Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Ez mondjuk... I'm intrigued, igaz. Ms. Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. That's pretty heady stuff, Ms. Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Ms. Lichtman. One final question. Yes. No, Tashkent. Lakcím. Is that usual? Is there anything usual about this case, Ms. Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address, not the phone number. Jó, van, mert ne udvaroljál. Azt még hogy vigyorog? Azt... Mr. Benson would like to see you in his office, Jack, upstairs. Na, várjál már, most őt irányítjuk. Hoppá, váratlan fordulat. Most miért kell szót irányítani? De kell szó az a mi cimbing volt, egészen a seregig. Jóval, hajrá, Crash! Mr. Benson? You wanted to see me? Ah, yes, Jack. Ó, ez az a szenyó! Ó, ez is találkoztunk már. Kamugép ez is. Mr. Benson? Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Chris? Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think of it. She's the beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Ms. Lichtman is making some pretty serious accusations. Egyébként milyen komoly kis minigolf pályája van, egy kalapba kell belelőni. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. With it, Jack! Do your fucking job! Nagyon le akar rázni ez is az ügyről. No, sir, you don't. Itt elég sok minden bűzlik. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Itt valami borzasztóan bűzlik. Your car, Mr. Kelso. Köszi. Thanks, kid. És hol vagyunk? Ja, ugyanott vagyunk. Meg majdnem ugyanaz a kapitányság is. Majdnem. Várjál? Hát, ja, itt vagyunk ezen a kapitányságon. Megint, hát, ja. Ilyen szomszédok vagyunk. Emberünkkel. De ennek milyen komoly kis verdája van. Biztos jókeres. Aha, de ez hagyományos verda. De akkor ez most ez a csávó, ez most...
magánnyomozó, vagy ki? Csak már, hogyha fölkérték, hogy utassunk, meg nyomozzunk. Vagy csak Fushiba nyomozó? Abúgy meg egy napszámos titkárnő, vagy mi? Na, akarok neked menni. Jaj, bocs. Jaj. Akarok én erre rövidíteni. Na várjál. Nincs, jó lesz ez így. Azt mondja, hogy hívják a rendőrt. Tényleg, most simán ide szeretnének, most nem... Nem a rendőrségnek dolgozunk. Szerintem. Hello? Aha, merre? Na, mik ezek a papírkák? Jön. Építési ütemterv. Aha, ja, és az van rajta, hogy nem lehet késni. Jó, az oké. Leland Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Dominik, szia! Jó hét neked! Itt mi van? Á, Jézusom! Nem szeretem az ilyen jogi hablatyokat. Igen, ja, várjál, itt volt a baleset. Azonnal le kell őket bontani, és az építési anyagokat meg eltüntetni. Bulldozing. Starting again. Aha. De azzal meg eltűnik az összes bizonyíték, ugyebár. Erre. Van itt még valami? Ezen. Aha, várjál, itt is van valami. Ó, várjál, ez fuvarlevél. Igen. $247. Ez nem sok. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Aha. Jó, valaki nem jól tudja, hogy kéne csinálni itt a kőműveseknek a dolgot. I'm Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter. And you deaf? Do I have to beat on you? Looks like you do. Oh, az anyád, leütött a kalapomat. Te szemét. You're a real asshole. You know that? Nope. Igen, na gyere. Still ain't sunk in, buddy. Mi van? Kérsz még? I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. Out the gate and three houses down to the left. Harmadik ház balra, jó, köszi. I don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Várjál, a kalapot vegyük már föl. Ögy, az fontos. Köszi. Itt kimegyünk és... Most egyet tényleg jelöljen meg. Hát jó. Hát itt kimegyünk és a harmadik ház, ez kb. Nem lehet elhibázni. Konkrétan itt ez. Hát egy piros zászló. Micsoda?
Az a Ryra fáva, hogy... Azért nem itt eszembe a szó. Nem építési... Nem építészeti használatra, ez az. De ezt miért nem veszed észre, mi nyom? Itt volt a forgás, ez az. Ez rohadt érdekes. De miért vannak itt ilyen piros zászlók? Aha, ja, most kell összerakni. Az jó oda. Film stúdióból van a fa. Na menjetek a francba, hát csoda, hogyha összedől. Már megint itt van ez a hülye. Á, tuti, hogy... Mi a... Hülye vagy, hülye vagy, ne. Ezek... Tuti van. Baszod. Most lelőttem? Gondolom. De várjál, használtam a rendőrségi telefont. Na ott tudom használni. Ez mondjuk jó. Jack Kelso, California Fire and Life Investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658. Ilyen rendes ez a csaj, nekünk is segít. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Hey, no. This is in New York. Mi? Wow, that sure looks like a beauty. Mit pofázol? Na várjál, tehát eleve a cementhez szar alapanyagokat hoznak, rossz arányba. Mármint a... nem a cementhez, ilyen fordítottak magához a malaterhoz. Illetve a fa is szar, konkrétan, mert valami díszletből van a fa anyag. Ami tudjuk, hogy milyen. Összeomlik, mint a picsa. Ugye volt egy ilyen... régen egy ilyen küldink, ahol egy díszletnél kellett mászkálni, és ott konkrétan majdnem az egész díszlet úgy, ahogy van, összedőlt, amikor rajta álltunk. És abba felhúzni egy házat, ráadásul úgy, hogy a fára rá is van írva, hogy nem építészeti használatra. Érdekes. Merje, itt ki tudunk menni, jól van. Vigyázz, anyám! Anna. Na, most már mindjárt ott leszünk. Na, itt van, de húzd már rám a kormány, baszod! Hát fukarkodnak elvileg a költségvetésen, legalábbis a csávó beszélgetéséből ez derült ki. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kind of hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Jaj, de... No. The only guys who go in are out of the way. Azt a mindenit.
Kap egy kis csúszó pénzt, akkor már megy is innen. Na, menjünk csak be, nézzünk körbe. Erre, itt bent. Screening room. Na, mi van itt? Aha. Mit vetítenek? Várjál, be kell lőni a fókuszt, az így jó. Promotion, rejízé, film. Harlan Fontaine. Doctor, this is Curtis Benson. He's vice president of the California Fire and Life. Pleased to meet you, doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District attorney, Donald Sandler, and police chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of autistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion pictures. De várjál, az a genyó doki. Morfiumos csávó. Ó, oh, itt vannak a legrosszabb arcok. Kunkoljátok a zsebeteket a lével, aha. Azt annyi. Keresni kell egy telót. Á, itt az őrbódéba lesz. Ja, nincs itt a csávó. Hol van? Itt van. Operator, Los Angeles Police Dispatch, it's not too much trouble. Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. Hmm. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lichtman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lichtman or Luke Buckwalter. Le akar minket állítani. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? Na, mit mondunk neki? It doesn't look good.
I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. Super. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Thank you. Na hát ez egyre érdekesebb, hogy itt most akkor mi lesz? Mit mondunk neki? Leállunk vele, hogy akar... Ják? Vagy nem? És mi mit csinálunk? Beköszöntünk a csajnak, aztán megyünk elfele. Kelszó, hol van? Ja, Kelszónak itt kell hátul lennie, elvileg itt kell találkoznia a német csajszival. De várj, mi is itt vagy? Ja nem, de! Most látjuk őket így együtt, aha. De nem halljuk, hogy mit mond. Hát a lényeg lemarad. What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risks. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Jó, reggel meglátogatjuk. De miért dobtál mindent ezért a nőjére? Ezt még mindig nem tudom. Így van, dugd meg itt a sikátorba. Keystone Film Studio, vagy... Na melyik helyre menjünk? Menjünk ide. Ne, gyere nekem! Ez egy kis magánverdánk. Még hasonló a kocsink, mint izé, Kelszói. Vagy az övét nyúltuk le. De nem, mint az annak más lenne a színe. Itt kellett volna lemenni. Várja. Áh, hát nyilván nem lehet itt átmenni. Na. Megpöckölöd ki? Nem, azt hittem, hogy megpöckölj, hogy kinyíljon a kapu. És itt kéne valahogy bejutni? Ki gondolta, hogy zárva lesz? Ja várjál, hát ez nem ez kell szó, basszus. Várjál, valahogy be kéne jutnunk. Érdekes, itt is van egy rendőrségi telefon. Akkor tudja, hogy fog kell lenni.
Itt mi van? Na várjál. Jó, itt változott a zene is, akkor itt lesz valami. Várjál, menjünk fel a emeletre. Hoppa, várjál, itt volt valami. Hol volt? Alul itt nyekerget pedig. Hol van? Ja, hogy csak egy villanykapcsoló. Hát ez nincs bekötve még. Nice wiring job, fellas. Keep them in the dark. Ja, hogy be sincs vezetékelve. Aha. Bazzer. Hát ez milyen munka? De várjál, itt viszont van fönt áram akkor. De itt? Itt volt valahol. Ja, ez lenne üssenek. I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Hűha. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Boom! Ay! Jó, de bazzik, fegyver van náluk. Aha. Jaj, közben! Bomlik az egész cucc. Na. Jéj! Jajjaj! Na mi van? Ne, bazd meg fontos frissítés, hagyjál már, hülye Windows. Bazd meg. De... Jó. De várjál ezt, ennek így kellett végződnie? Ezeket le tudtam volna győzni? Na most már érdekel. Jaj, csak nem akarok betoncipőt kapni, az a baj. Hogy fogok ki szabadulni onnan? Sure, he turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys. Nagyon nagyra vagytok magatokkal. Szabadulja ki, legyen fegyver, hallod? Mind a hármat fejbe lövöm. What do you want done with him, Mr. Monroe? Monroe. Yeah, I know a good place. We'll pick up a shovel. Az a beesett fejű öreg. We'll deal with that German bitch next. Mondjuk az igaz, beledobtak a vízbe, szétmálik. Ejjaj. Na most hova visztek? Ó, kijutunk! Most el kéne futni, de rohadt gyorsan. Jajajajajajajajaj, bazd meg, baj van. Rohadt nagy baj van. Jajaj. Jármű szerzése, igen, az kéne. Bocsi. Viszlát. Az igen, mihet ugratott. Jogi. Senki nem tud úgy rövidíteni, mint mi. Monroe owns the city. Owns the cops. I need to find Elsa. Hát ez erre itt bevág elénk. Na, az ott van.
job. Erre, akkor viszont felborítalak. Erre csak. Erre, 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 erre. Na, lefejeled? Az hogy kanyarodott? Nem csal. Jó, egy mínusz. Ja, hogy ezek lőnek. Ja, ez baj. Na, így. Nem adják fel? De csak nem akarom úgy elvinni Elzához őket, hogy... Nem akarok úgy elmenni Elzához, hogy közben ezek üldöznek engem. De hallod, hogy ér utol? Hát jó, bazd meg, valamit kéne velük kezdeni. Ez nem sokon múlt. Jajjaj. Nem érzem magam biztonságban. Jó, oké, leráztuk őket. Na, akkor most Puri Elzához. Várjál, itt ki kéne menni balra. Jajjaj, jajjaj, jajjaj. Menj. Hallod? Dudász, azt megállsz az út közepén, de jó fej vagy. Nyomtál volna neki még egy kövéret, akkor nem ütközünk össze. Na várj, ez milyen messze rakik ez a spiné? Na, így nyíl egyenesen és akkor ott leszünk? Remélem. Jaj. Megint sokan vannak az utakon. Mi van? Ja, jó, itt vagyunk. Azt hittem, hogy tönkre ment a kocsi. Megmosolyog, szóval az biztos sokat segít. Mit fogunk mondani a német nőnek? Nem nézünk ki valami jó. So you're still carrying that army 45. Még mindig, igen. Puff. Erügy. Ennyi? Ügy lezárva. Igen, hát valóban az Elysian Fieldsről kiderült minden. Elég szenyó egy banda. Satchel charges on the cave entrance from above. Covering fire on weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to Webb's. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get the samurais. Kipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire teams checking every cave. He's lost another flamethrower. Wants you to get over there and hurry them along. Hogaboom. Weapons company. Sir. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and BAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They could pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them in. We are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant. A könyv szerint járunk-e? De nem szeretem, hogyha valaki ennyire hivatalos utakon akar menni így a könyvbe. Semmi rugalmasság nincs benne. Ez nem mindig jó.
És lemészárolják itt a embereket. Hova megy? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. Ez igaz. Egy udvarias meghívás. De hova? Na, de legalább Kelso jobban van. Most jön az, hogy hol vagyok? Nem. Nincs amnéziás. Ba. Exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa. What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Oh! Most a teljesen felfüggesztettek minket? A tuti azért már, hogy ellenszegültünk, aztán nyomozgattunk. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Díszletács volt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, princess. Istenem. Ez a csaj hány vasat akar egyszerre a tűzben tartani? Ezek hogy nézett rá? You Kelso? Who's asking? Peterson. Assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Ez egy kórház, és a kórházban van egy kandalló. Mekkora jó! You're a funny guy, Jack. Nálunk miért nincsenek ilyenek? What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you... Jó, kis kórház ez. There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink. Then they buy you dinner. Then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the vice squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? Do you think I fell down the stairs? Nagyon kultúrát ez a kórház, te. Na mi van? Meggyógyultunk? Már járunk is, meg minden... Ez nem kéne? A sétabot nem kell? Nézzünk már körbe ebbe a kórházba. Jaj, ez minden csajt hercegnőnek hív. És mit csinálnak ezzel a pohárral? Igyál belőle. Á, mekkora jól néz már ez ki. És most mit kéne csinálnunk? Ja, oda kéne menni, aha, a lakásra. Na várja, hol a kocsink? Ja, itt van. Na, spuri.
Várjál! Állj. Hopp. Láttátok, amit én láttam? Menj már innen, hallod? Menj már! De ne a tujjába menj bele, baszod, hanem húzzál innen. El lehet vinni. Na, viszlát. Na. Hát igen, Verda upgrade-elve. A másik oldalra miért nincsen visszapillantó tükör egyébként? Miért csak az egyik oldalt van? Hú, de idegesítő lehet. Erre menjünk. Na ne! Ne mondd azt, hogy felakadtál egy tűzcsapba. Jobban mondd, nem felakadtál, visszapattantál egy tűzcsapról. Jó, hogyha már vannak betonbokrok, meg betonfakerítések, akkor már vannak gumivízcsapok is. Végül is... Ez is valami. Hát de lehúzódnak. Van, amelyik lehúzódik, van, amelyik rendes arc. Várja. Ha középen mész, akkor van esélyed. De csak húzódik lefele. Meg az is. Hát csak van másik kocsi. Hú, ez de jól néz ki. Milyen fasz a kis apartman. Ó, de mégis ez pozitívum, nem cserélte vissza a Verdát. Na. És itt hol van a csávónak a... Várjál, tudjuk, hogy anyas apartman? Közben ez a lakása. Kettes lakás. Oké, okay. Aha, hát pont ez. Kop. Ne kopogjál, rúg be az ajtót a picsába. Remember me? Jack. It's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Honnan van Stuckerünk? Jack, there's no call for that. Jó. Kezdve egy kicsit kezd bedurvítani. Az a félkör kanapé mekkora jó? How could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Hát szerintem most nem érdekli, hogy kirúgod. Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Uff. Sit tight, Curtis. Tényleg hangnevet váltott az ember. Na jó, akkor nézzünk körbe. Uff. Oh, hello, baby. Már egy csak úgy. 16. Oh, bazd meg. A perverz állat. Nearly 13. Ne! Basszál le neki még egyet? Love? That has nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. I find them very tiring. Azért nem lehet most fejbe lőni. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. The DA reports to Jack. Get dressed, you're getting out of here. She's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. He buys me nice things. Get dressed, you're leaving. She will only come back. Azt a picsa. Nem lehet csak tököl lőni. Merje?
Mi van itt? Semmi extra. Gondolom szivar. Egyébként csak jó hamar fölöltözött. Nem mind, ezt még én sem tudom, hogy mit fogok találni. Mi ez valami jó kis bakelit? Ja, ez a kijárat, várja, ez itt nem jó. Várja, ott van egy papír. Na, ez miről szól? Ne pofázzál, amikor éppen olvasok? Mi van? Havonta fizetett $1,105 prémium, igen. Ja, értem. Biztosítja minden veszteség és kár el. Hoppá, itt valami biztosítási csalás lesz. Igen. Bármilyen kár keletkezik, biztosító perká. De durva, fölhúznak egy házat. Állj, most áll össze a kép. Fölhúznak egy házat. Egyszer eladják, abból kurva sok zseton jön. Utána felgyújtják, balesetnek beállítva, biztosító fizet. Visszakapják az anyagköltséget, meg még a fasz tudja, hogy mennyit, még rá. Abból felhúzzák újra a lakást, és újra eladják. Konkrétan nem kell területeket venni. Ó, te rohadék. És ha jól raktam össze a képet, ezzel azért brutális profitot lehet termelni. Itt? Teraszon sem. Jó, akkor dumáljunk vele. I want answers, Curtis. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. What is it with you people? How can you live any better? You already have houses, cars, yachts. Greed and avarice are very powerful forces. Ja, hát az még... Azért rájön, igen. És lehet, hogy a szállítólevelem még fiktív az ár is. Picit magasabb, mint amennyire valójában vette, egy kis csúszó pénzért. Ugye lefizeti őket, hogy többet írjon rá, de még úgy is megéri neki. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. You're lying, Curtis. They're going to burn those movie sets they call houses, and you're carrying the insurance on them. And how do you prove that, Jack? Az lesz, amit mondtam. Rancho Escondido burnt to the ground. California Fire and Life is carrying the paper. Jack, the best result you could get from insurance would be replacement cost. The stakes are much, much higher. Why the big payoff in the Buckwalter case? It was bound to bring it to attention. Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash. The brilliant but flawed detective becoming her lover. And you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? Oh, ez úgy hazudik, mint a vízfolyás. You're lying again. It's an insurance scam, pure and simple. And how do you prove that, Jack? My assessors wrote the policies on the houses. Hmm. Na várjál. For now.
Várjál, válasszunk egyet. Hű, de megoszlik a hazugság és a kétségbe von közt, igen. Én mondjuk hazugságot nyomtam volna, de nézzük meg az X-et. Az jó. It's all there in the case file. If you know what to look for. Very neat, Curtis. Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Azért még én egyet beütnék neki. Fejbe vágnám még egyszer. What exactly do you expect to find? Na, azt mondja, hogy... Oda? Na mi van? Ja! Ja, hogy így ez a gyors utazás! Aha! Ó, az jó! A kis mentős vertával együnk mindenhová. Na, hol van az az állat? Ja igen, az aktákat nézzük meg. De hol a felvonó? Várja már. Elfejtettem, amnéziás voltam, tudod? Ja, itt van szembe, de hülye vagy. Hogy volt? Jobbra? Első ajtó? Vagy mi volt? Nem? Jó lett volna figyelni rá. Lloyd Connor, majdnem. Várjál csak! Nem az emeleten? Várj, nem az emeleten, hogy volt ez? Valahonnan innen jöttünk ki. Nem? Na lehet, hogy mégiscsak az emelet. Ja nem! Ott van. Itt van. So, Curtis, what is it you don't want me to see? Nézzük meg még egyszer. Üzemi baleset volt a halál. Szerintük? De hát persze itt mindenki kapja mizé csúszópénzt. Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house is $3,500. Christ, how many of these dumps are we? $900 megnövelték a háznak az értékét. 3500-ra. Azért ez nem gyenge. Ja, hogy még valaminek kell lennie. Aha. Hát az bazeg, hogy engedélyezték ezt. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. Mi van? I have a Detective Phelps of the LAPD here to see you. Szia, én. Have a seat, Cole. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick never actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shot of Semper Fi. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet.
Ja, tényleg magánnyomozó. Jó van akkor. I used for this company before your investigation got me fired. Sorry to hear that, Jack. Sorry about a lot of things. Is that an apology call? It's a feeble attempt. Look, Jack. Annyi év után most kész bocsánatot. So what's it got to do with Elysian Fields developments? I ran it somehow. Flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. They're boosters. Stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you can turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. Yes, I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it. The Hall of Records is the place to start. Jó. Segítő nekünk, persze csak húzza az agyunkat. Na nyomás. Ja, hát itt egyszer már voltunk, ugye ott másztunk föl a csillára. Tényleg mi van a csillára? You need some help there, sir? The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Emeleten, kösz. Thanks. Ja, tudom, egyszer voltunk ott bent véletlen. Jaj! Ops, majd állítsd már föl, fiam. Ja, szóval a csillárt kicserélték azóta? Hát, annyira nem. Várja, hol... Nem ez az ajtó. Ide. Ez lesz az? Jaj, már megint ez a hülye tábla. This doesn't look like the land registry. That's because it isn't. It's just downstairs and across the way. Thanks. You sure you don't want to stay and keep me company? Az igen. Lent. Ja, hogy... Ja, hogy túl sokat jöttünk fel. Á, értem. És azt mondta, hogy itt. Aha. I'd like to see the company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. Köszike. Na, most merre? Arra. Itt lesz? Aha. Meg is van. All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. Igen. Bazd meg, ennyi név van. Na várja. Ez baj, egyik... Egyik cím se rémlik. Szia, Sors Mogyi! Merre itt kinek kell a neve? Várj, itt van! Nem ez kell?
Kurva, rakos, igen. Van mindenki. Ja, hogy itt új neveket kerestünk. Ah, ja, értem. Jó. I'd like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. Ja, Csabi, jó ét neked. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. Believe that is in the Wilshire area. Ja, és te ebből megmondod a címet? Mi van? 34 degrees 4 minutes 429 seconds north 1758. Na. Ja. Veszek, ez mennyi volt? Hűvázzák, ez hogy működik? Édes Istenem. The lot number is 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least a million lot numbers in the Los Angeles. Registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. Ehhez az számot betűvé kell. Over here. Jézus, a számológépet. Kilencvenezerrel kell elosztani. Egy, nyolc, hét, hat. Mennyi, bazd meg, várja. Egy, nyolc, hét, hat. 1876, 988. 1876, 988. Osztjuk 90 ezerre. De lassú ez a számológép, te! De 90 ezerre. Na mit adsz? 20. 20. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. 20. Mi van? Number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? Na várja. 21. Várja, az angol ABC szerint az... az... Van egy, az, az T, vagy S? Ugye van, ennek a környékén kéne lennie. Várjál, hol van, hol, hol? Itt a T. Hm? Várjál, azt mondja, hogy... Mi? U betű? Ja, kösz! U betű. Hol az U? Itt az U. Let's see what the site is worth to them. Na melyik ingatlan? Na várjál, 18... Mi volt a szám? 1876-988. Szia, Agesz! 1876-988. Várjál, az a következő oldal lesz. 988, itt van. The book value is 350. The new home in place... $350 volt az alapértéke, és ezt fölnyomták. Mennyire? 3000? 3500-ra? A tízszeresére. Oh-oh! Ezek már megint ezek a majmok. Ó, de most már van stukker. Megdöglötök.
The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Ma gyere! Az anyádat. Nem az? Erre ez itt van mellettem valahol. Aha, ott van. Ah, ne lőjé. Oho. Aha. Hogy? Honnan lősz, baszod? Gyere csak. Ide átjövünk. Nincs. Hello? You can walk out of here or go out in a box. Your choice. Ah, szerintem megéri. Jó, nagyon jó játék. Erre. Oh, jó, oké. Okay. Ez megvan. Na te kis genyó, hol vagy? Na várj, ez kint van és kívülről lő. Mégis hogy akar ez engem? Aha, ott van. Megölj már meg! Ez hülye. Miből vagy te, Terminátor? Na, bújjál ki! Na, ott van a... Ja, hogy... kifogyott. Ne menekülj! Na végre. Na hát most hát ezek se fognak üldözni többet, jó van. You didn't need to come all the way down. It's important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney. Jack, I swear. I don't know what you're talking about. Ott voltál benne, fehérem, feketén. The investors in the Suburban Redevelopment Fund. You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Mhm. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Mega news. Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. Yeah. That's what's happening. Akkor csávó nem is tudja. Jack. I turned a mistake into something beneficial. Something that's gonna help out. De durva. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Ez egy szemétláda, nem orvos. You're the fall guy. Igen, és téged meg átbaszott a palánkon. Ha igazat mondtál, és nem kamuzol. Ki zaklat már ilyenkor? Hello? Jack Calso. Who's asking? Cső, Agnes, köszi. Dalen Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe.
but I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month. Jó, meg akar vesztegetni minket? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? Oh, dehogy is. Come around to my place at 9. 9-re legyünk ott. 64 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Talán. Azt rakja össze a stukit. Egy shotgunt is vigyél. Annak én örülnék. És most kit hív? Minket, hogy menjünk együtt? Lennem Monroe-kas. Bazzeg. Ó, de rendesen játék, ide rakta nekünk a izét. A verdánkat. Ó, de... Azért. Jó, bele tudunk ülni. De jó fej! Ne. Irány Monroe lakása. Valószínű, hogy lesz ott valami kis akció. Nem véletlen csomagoltunk egy kis stukit magunkkal. Szóval mekkora durva, hogyha ezeket ki tudjuk nyírni, vagy... Hát rács mögé nem, biztos, hogy nem fognak menni, mert ugye a zsaruk is benne vannak. Azok meg biztos, hogy megvédenék. Tehát itt vagy ölés lesz, vagy semmi. Tehát itt valaki meg fog dögleni. Azt tuti. Tehát az, hogy valakit elítéljünk most, ez kizárt. Élet és halál van szerintem. És szerintem valamit itt most nagyon el fog dőlni. Tehát nem véletlen, csak... Phelps-et hiányolom, hogy most hol van? Nem úgy volt, hogy vele találkozunk egyébként? Vagy ezt így átaludtam ezt a részt, nem tudom. Na mindegy. De mekkora jó lenne, hogyha ezt az egész banda szövetkezetet itt most fel tudnánk számolni. Elég sok probléma megoldódna a városban, maradjunk annyiban. Akkor nem megyünk be. Igen, ott be akartam menni. Jajaj. Várjál. Ne kacsázzál már az úton, hallod? Én ezt lekapcsolom. De úgyse jár most senki. Ez a hely, esküszöm a GTA 5-nek a gazdag negyedére appellál nálam. Ott volt ilyen, hogy mentél föl a hegyre, szerpentinek meg ilyenek, nem láttad a kanyart, hogy mi van. Bár ez az út, ez szélesebb, ez így szimpibb. Na, hát nézzük, hogy mi lesz itt. Gyanítom, hogy itt jó negy bunyó lesz, aha. Ohohoho. Hát itt vannak egy páran. I appreciate the help, all of you. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no... Oh, minimális zaj. Mindenkinél ilyen nagy karabé van. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it. Ja, tényleg! Amikor a hátsó kapu mentél be, emlékszem is, akkor a bejárónő mászkált? Meg egy-két ilyen őr, azt hiszem. Na csak halkam. De mi? Erre. Erre.
Ó, ezek kiírtanak mindent. Hát én csak megyek akkor. Várjál, ezt föl akarom menni. Úgy. Ez velem van. Hallja már meg. Szevasz! Hogy? Aha, vannak még. Nyugi. Ah, ott jön le. Jaj, nem, ez velünk van. Jó, nyugi, én itt átjövök ide. Aha. Hogy? Ennél milyen stuki van? Hát ilyen szar. Várjál! Azt viszont simán fejbe tudtuk volna lőni. Úgy. Erre itt a szobor mellett is van egy. Ott van. Super. Jobbra kettő, azt mondja. Hát igen. Látom. Nekem is kéne egy ilyen nagy kaliber srácok. Ó, kösz. Igen, erre gondoltam. Hova jövök? Mondjuk az egér egy kicsit furcsán manőverezik, de mindegy. Ja, hogy ez már meghalt. Oké. Okay. Ott van a nagy fejed. Még itt van még egy valahol. Ott van. Szuper. Személyes ügyünk van. Beszarok, na mennyi? Aha. Hol van ez? Hol van ez? Aha. Várjál, valahol itt nagy... Tökre előttem mutat egy pöttyöt. Ja, hogy ott van? Uh-huh. Tényleg? Na. Úgy. Tartsd magad. Nem fog fájni. Na. Hopp. De kurva néni kérdett. Gránát miért nincsen? Jó, megdöglött. Most? Erre? Nem. Na várja. Ja, erre be! Aha. Jaj, nem, ez más. Na várja. Milyen stuki van itt? Soti! Ah, mondjuk az... Hogyha itt az házba fogunk mászkálni, akkor az úgy jó. Ja, hogy ide! Aha! Oh, hello! Örülj, barátom, ez az egyik genyó volt? Nem. Oh! Kicsit a koponyája jön, a furcsa. Hé! Hey! Miért a kis pisztoly van a kezedbe? Te! Te! Very sweet looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, princess. How about putting the cannon down? Ay ay. Ay. I didn't think you had the guts, sweetheart. Azért meglötte a kezünket. De nem már, most elvett a izét. Kérem, vissza a stukkeromat. Innen meg a hullák tűntek el.
weapons on the ground now. Nyilván. Szevasz! Aha! Na-na! Hatta Stukker! Kérem? Na erre, valószínű, hogy föl kell menni. Aha! Jaj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 
Aha. Ez így nem jó. Jó, mínusz egy. Aha, ott van. Dögölj már meg! Miből van ez? Oké, hogy nem találom el, de basszus, shotgunnal lövöm. Oké, hogy nem fejbe találom el, de mindig eltalálta a repesz. És most? Erre? Hello? Aha! Nyitva az ajtó. Hello? Oho. De várjál. De várjál, két irány... Erre is lehet jönni? Ja nem, ez csak ilyen kis szekrény. Ott van a szemét! Jack Kelso! Uff! That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch. How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. Sarügy. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. Azaz. My second offer. You sadistic bastard. Nézd már, mindjárt van mimikája a csávónak. Látszik a szem, eddig még nem látszódott. Na, kutassuk át az irodát, amíg ez itt szenved. Igen, körülbelül. Oho, mennyi stukkere van az embernek? Különböző shotik. Nyami-nyami. Várj, itt az asztalodod nincs semmi. Itt egy csoportkép rólatok, aha. Mondjuk itt nincs az a csávó, akinél ugye voltunk, és csodálkozott, hogy ő hogy van az alapba benne. Na, nyisd már ki, úgy, köszi. Na, nézzük csak ezt az aktát. Hát akkor ennyi pihenni, nagy vezír. Ez fontos. Mi van? Szóval két gyanúsítottat tartóztattak le. Narkotikum birtoklás miatt. Übezeg. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Ez mi? Milyen összeg ez? Ja, hogy várjál, hogy az egyes cuccok mennyit érnek, nem? Nem az? Most nem adod, hogy mindent most felsorolod itt. Pedig de. Csávó, mit összeszenved itt mellettem?
That's a hell of a payroll. Mi a bérlista? Aha. Egy kis KP is van itt. És ez mi? Na ne! Kamu részvények. Ha! Azt a mindenit. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Várj, csak most beszélni is lehet vele, nem? Viszont innen ki tudok menni. Itt hagyom a csávót. Na, várjál, nincs. Na nem, valamit még kell az irodába találjak. Itt semmi, világ nem lehet fölkapcsolni, nem. Mi van? Ha! 10,000 új otthont ígér. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down, please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Ja, most kéri számon, igen, igen, igen. Those houses are a sham, doctor. They're gonna be burned for the insurance. Bizony. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. De, te akkor egy gyökér vagy, hogy ezt elmondod neki. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Hát ami ugye ez a csávó egyébként egy retardált. Le foglia lőni. Vagy, ja nem, morfiumot ad be neki. Hogy lehet valaki ekkora bolond? Mekkora egy patkány. Te még mindig élsz? Várj, itt már mindjárt mindent megnéztünk. Várjál. Akkor mi van még itt? Hát is van húzva most már. Irodájának az átkutatását, de babazd meg, hát... Pedig még kell lenni itt valaminek. Ami, amit nem veszünk őszre. De már nincs ötletem, hogy hol lehet dolog. Konkrétan az iroda... Nem? Konkrétan az irodát már átnézt. Ha csak várjál, 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 várjál. Aha! Jó, így. Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches. Mi van a kihúzva a nevek? It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy. Na, már megint bajod vannak a legyekkel. Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa,
Mi? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker? You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name. He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor. Ahogy hívunk? De ne hív. Ja, jó, oké. Azt hittem, hogy már telefont ragad. Mit csinálsz? Kelso, you son of a whore! Give me a goddamn doctor! Hát miért nem mászol el oda? Nem tudsz elmenni a bazeg a telefonhoz? Ez rohadt érdekes, hogy most... Good morning, doctor. And a good morning to you too, Elsa. Mi? You look radiant. Thank you, doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, doctor. I've been feeling... Ez mit keres itt a dokinál? That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou. Went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for... Na, ez is elkezd beszélni a dokinak, ennek se lesz jó vége. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He's been looking into Lou's case. Cole thinks that might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, doctor. Na jó, a csaj legalább összerakja a képet. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. Fejben ne baszd vele! Baszki. De legalább a csaj számíthatott volna rá, hogy Doki az retardált lesz. Ohoho. Remélem, hogy megfojtja a rohadékot. I've come to help you, doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven. Jó, megfojtotta. Jó, hát mínusz egy genyó igazából.
Azt nem tudom, hogy az öreggel mi van. Hű, de komoly címe van ennek. Ennek még mindig nem gyógyult be az arca. Akkor nem nagyon telt el sok idő. Sőt, még ruhát se cserélt, mert még mindig véres ott a bal köze, ahol eltalálták. Na várjál, akkor el kell mennünk a rovarirtókhoz. Igen. Ja várjál, háromfajta kár rovarirtó van. És ki kell találnunk, hogy melyik az. Na jó. Így. Átugorjuk egy kicsit az utazást. Ezeknek a kocsiját láttuk. Már. De a másik kettő nem rémlik, hogy láttam volna. Hogyne, hagyja VR-ben ő. How many guys you have working here, Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. Keresztes hadját a korrupció ellen. Na, ez jó. Aha. Ide hozta ki a... What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Oh. When does a bagman work a case? I knew this creep wasn't on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. A time to talk and a time to shut up. Now it's time to be quiet, son. Courtney Sheldon. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a bad man. No, and the fact you say one more word about him and I will blow your fucking head off. You finally lost it, partner. I have a pretty good idea why Sheldon is dead, and I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. I mean, hogy korrupt. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'll come looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going around. Uha. Kezd nagyon-nagyon-nagyon komolyodni az ügy. Na jó, vigyünk egy ilyet. Ne, visszacserélte a Verdát. Ó, a szemét. Hey, de itt van. Mi van? Ki... Na állj! Ez hogy lehet? Két kocsival jöttünk, úgyhogy egyedül vagyunk? Mi aztán tudunk valamit? Welcome to Nuclear. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have only three people work here. Me and two Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Akkor ez se nyert. Akkor csak a harmadik lesz. Vesztlékesek.
one for the DA. I'm looking for a big cowboy, does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into it. Aha, akkor valószínűleg itt lesz. Do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Köszi. Thanks. Ó, egyből ide is ugrunk. Várjál, nem. Ez a Dokinak a rendelője. Fú, most párhuzamosan megy két szál. Ó, itt a régi társunk. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink. Dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing. De nem ő volt. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Ça va, Na, várjál, itt. I'll give you and the doctor some privacy. Na, várjál. The doctor has been marking this map. Ja, hogy valamit megjelölt a térképen. Jó, azt mindjárt egy... Na, azt még úgy, köszi. Várjál, ott azt... Na, azt úgy. Jó. Edgewood Grove, McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? Aha. New houses, all being built on the path of the freeway? Hmm. Ezért kellett leégetni a házakat, hogy autópálya épüljön oda? Na nézzük. Hát, az meg mi? Ez egy öngyújtó? Az. Íhá. Mit jelent ez az íhá? Látszik a folytogatás. Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Font. I've heard that story somewhere before. Jó, zsebe nincs. Itt van az, amivel a csajt vágta fejbe. Aha, és ott a vér. So much for your foresight, doctor. Itt valami. Nem, ott mindent megtaláltunk. Hop, erre csak. Ez mi? Semmi. Az meg ott van egy valami azonosítatlan anyag, és azt mondja, hogy semmi. Meg furcsa. Jó, itt minden megvan. Meddig lehet itt elmenni? Várjál meg, ide is... Ja, ez a kijárat. Oké, akkor nem szóltam. Aktábla, az nem érdekes. Na, itt kell még valamit találnunk. What now? We need to find Elsa. Meg kell találnunk Elsa-t. Várjál! Várjál! Ez szoba vagy? Igen, ez kivezet. Szóval itt jött be, meg itt jött ki.
az emberünk. Nem tudjuk... Erre, itt ugrott át. Az a baj, hogy nincs se cipőnyom, semmi. Amivel lehetne tudni, hogy honnan jött. Ez probléma. Ha esett volna az eső, akkor jó lenne, mert akkor teli lenne lábnyommal minden, ugyebár. Meg sárral. De sajnos nem így volt. Akkor még itt kell kutatnunk egy picit. Down, Leland. Control is of the essence. Keep a voice down. You know how much these sons of bitches charge for lunch? Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. Ja, most mondja el, hogy megölte a izét? Certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso. He knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. And have you? No, I haven't. Kelso works for Bence. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. No longer necessary. I'll take care of Jim Kelso. Dehogy gondoskodsz? Ez gondolom még azelőtt volt ez a beszélgetés. Hát ugye mielőtt meghalt a doki, nyilván. De mielőtt mi még bementünk a izéhez, öreghez. Várjál! Ennél nincs valami más dolog még. Nincs. De várjál, kezébe az öngyújtót nem lehet még jobban megvizsgálni. Nem. Nem tudom gyújtani, de ennyi. Hát ez így baj. Várjál csak, ott van egy kép. Az úgy látszik nem érdekel minket. Hop, hop, hop. Hát emellett meg elmentünk volna. Bent találjuk a hatlanok listáját. Igen. Mi van velük? Fontaine was having the houses burned for Monroe. Aha. De ne, én azt még meg akarom nézni. Lapozd el, köszike. Ez mi van? Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. He and the doctor lost control. Hát igen, belülről kezdett el szétzuhanni minden. Jó, igen, ez az egy. Aha. Nagyon jó, és akkor meg van egy helyszínünk? Nincs. Várj, és a többit végig kopogtatom. Vagy várjál, van mögötte még egy papír. Állj. Egy. Miért van átsatírozva egy csomó dolog benne?
Ez is valami fiktív jelentés, tuti. De mondjuk ebből nem szedünk ki semmit. Na mindegy, itt bögdössünk még? Nem, ott ide. Ismerős egy-két név. Woodruff. Jaj, a fotójáték, azt de szerettem. Akkor a idióta game volt. Hát, nem, ennyi. Na jó. Segíts már, hol vagy? Hol a társam? Hol vagy, baszod? Jó, ott vagy. I'm stumped. Ideas? We need to find Elsa. There must be something that links the big guy to the shrink. Várjál, ezt is ki lehet nyitni. Hát igen, itt teli van morfiummal. Hát ezt ismerjük már elég jó. Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. Ja, hogy ezt kellett még megtalálni, de jó. Jack was wrong. It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? Me? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs made their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing. Firewood, all of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we going to prove any of this, Cole? Doctor's dead. Tehát az autópálya miatt égették le a házakat. We need the firebug. The Oki cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. De durva. De ugye, mivel leégett, így visszakapják a pénzt is. És ugye durván föl is vannak értékelve a házak, tehát jóval több pénzt kapnak vissza. Édes Istenem! Az épp század bünténye. Ű. Milyen biztató kis házikó. De mondjuk ezek stabilabbak, mint amit ők építettek. Ja, ez lesz a cowboy. Guess nobody's home. Na nézzünk körbe. Hát, elég fényűző egy lakás ez, mit ne mondjak. Asta. Egy lángszóró, így egész konkrétan. Nem szórakozik a csávó. De várjál, ez csak egy kép. Várjál, volt valami. Aha. Hát ez meg. Semmi extra. Hát ez extrém hotel. Semmi. De várjál, itt valakinek kell lennie, hát valaki csak begyújtott.
Igen. Hát, ez se érdekel minket. Ez kijárat? Kijárat. Ez is akkor kijárat. Igen. Jó, hát csak szellőztetünk egy picit, jó meleg van. Ó, várjál! Itt vannak ezek a origamis kis bizbaszok. Jézusom! Nem mondod, hogy a csávó csinált ezret, hogy kívánhasson egyet, hogy ez ebbe hitt? És így kezdődött valamelyik készünknek a... az eleje. Tehát valami ilyesmi kátszkin volt. Nyisd szét. Igen, és ja, ő is rájön, hogy ez ebből a papírból van. Milyen rendeség, vissza is hajtja. Na jó fej, befejezni nem akarod? Hát ez meg... ez milyen te? Ja, ez egy alagút. La River alagútok. L.A. River, hopp, egész pontosan. La, bazzag. Na várjál, itt mi van? Hát itt is egy ilyen kis szutyok. De ez nem abból a papírból van. Ez sima mezei papper. Megint... aha! Ez az, amivel ugye fel lehet gyújtani szépen dolgokat. Na jó, kéne egy telefon. És rá kéne jönni. Hát nem is biztos, hogy telefon kéne, de rá kéne jönni, hogy az a alagút az hol van. Erre nem volt itt egy... hol van? Hol? Ott van. Nincs egy cím rajta. Nincs. Ebben nézek körbe. Ez így baj. Jó, igen, azt már láttad. Hol van az az alagút? Várjál csak! Azt hiszem, hogy nem voltunk. Na. Hoppálé! Nézd oda, mi hever itt a földön csak úgy. Ahelyett, hogy a csávó fölkapna. Jaj, az. Ja, tükör! Bazd meg, azt hittem, hogy valaki kim van. Hopp. Erre, itt már voltunk. Ki csukta be itt az ajtót? Meg ezt az ajtót. Ki csukta be? Hát halló. Azt az ajtót is valaki becsukta. Meg ezt is. Meg úgy mindegyiket. Ezt a micsoda pottyantos klottyó. Na ne, Krisz, azért nem már. Várjál. Ja, most sörös üveg. Na, most ez az ajtó csukódott be. Mi? Aha! Itt van, amiket megbuheráltak, ugye? De akkor végig ez a csávó buherált? Ezt nem akarom elhinni. Igen, ezt kéne kideríteni, hogy ez hol van. Na jó.
Húzzunk el egy telefonhoz, én azt... De várj, itt egy telefon. De mondjuk ebből még kábel se lóg ki. Valószínű, hogy nincs bekötve. De hol lehet az az alagút? Várjál! Vissza kell mennem. Uh-huh. Jó, hát akkor még valamit itt kéne kutatni. Nem. Az se. De honnan tudom meg a nevét? Már mindent felfedeztünk. Ha csak nem, itt kint valahol van valami. Mi? Mi volt itt? Ja, hát ez semmi. Merje. Hát nem hiszem, hogy ott hátul bármi is lenne. Nem. Itt ebbe a házba kell lennie valaminek. Na jó. Ó, még egyszer itt nézzünk körbe. Nem. Jó, ez a szoba, ez tiszta. Ez Hodziher. Na, ez a szoba. Hol alszik egyébként a csávó? Nem lehet kinyitni. Jó, ez a szoba is tiszta. Itt nincs semmi. Itt csak ugye a lángszóró volt. És volt két ágy. De... igazából itt sincs semmi. Oké, itt... valószínű, hogy itt alszik a csávó. De itt sincs semmi. Nem lehet kinyitni. Fura. Ezek is megvannak. Hop, 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 hop. Működik a telefon? Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine, and all the others. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the LA River Tunnel entrance just north of the First Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. Aha. Na, most tettük le a drótot. This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. Most kapjuk az utasítás, gondolom. Ó, de torzít!
investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the Yali River tunnel system with a hostage. 11-3 and 03. What the hell is Jack playing at? Like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for him. All units on all frequencies stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle másik... belonging to Jack Kelso. Ez így most magas. Navy Chevrolet Fleet Line. License number 4, William 0286. Car 86 Adam is in pursuit. They picked up his car. I'll need help to make it to the river. Aha, ott van Kelso. Ja, és fedeznünk kell Kelsót. Ó, igen, itt a zsaruk már nem szeretnék, hogy kitudódjon, illetve az a egy-két ember nem szeretnék kitudódjon. Itt vagyunk, segítünk. Ne szoríts le! Aj, még a zsaruk ránk lőnek. Durvák. Na most mehetsz, most nincs semmi. Illetve hazudtam, mert most már jönnek. Honnan jössz? Mi bazeg? De menj, menjél már! Azok mit csináltak? Várjál! Hagyd békén! Igen, mindegyik kb. Az ott mi van a kocsijával? Te ember, valami nagyon rátapadt a Verdára. Jó, most már leesett. Vagy még nem, mert még nyekereg. Ja. Minek van ilyen hangja? Most jöttünk meg, gondolom én, mert most belassított a kocsi. Aha. Who is this guy? Peterson, assistant DA. What's he doing? He's here to cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. Jó, siessetek, mert közben jönnek ám. He's one of ours. What are you talking about? Right where you are! Uh-oh. Got it. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? And working with Phelps? A handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new Brome Peterson? Looks like it. And you think he'll make it out of there alive? I think you might. Le fogják lőni. Boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. Hmm. What's your offer? Oh. Oh, seggfej. Ott is egy. Jó, sokan vannak. Várjál, lebontják itt a falat. Látlak. Kecsege. Ejjaj. Na. Az a Stuker majd kell nekem, nem?
tagjai már meg. Úgy. Na. És tukik vannak itt, köszi. Aha, ott van. Bazd meg, ilyenkor még nem megy az egér, amár akarom. Látom a fejed! És meg úgy kanyarodik, mint az állat. Ki érti ezt? Na várjál! Kizárt, hogy itt nincsenek. Ott van valamelyik nyom... Az... Az lángszóró! Ó! Bazeg, itt voltak! Christ. Just missed. Ja, hogy itt erre kéne menni, aha. De mi van, miért nem mész? Deepwater azt mondja, jaj! Aha, ott a létra. Ott meg genyó. Ez hülye. Az baj. Itt is vannak a csávó a... rácson. Nem. Itt átment a csávó a rácson. Az hogy? Jaj, megöttünk! Ja, de várja, hogy mi? Ó, mennyi stuki? Remélem, hogy töltényeket vesz föl ilyenkor. Aha, na várja. Hello! Ügyni. Nem itt volt a lángszórós? De itt volt a lángszórós. És az lángszórós lesz szerintem az a csávó. Aki gyújtogatott. Itt tipre. Akinek a házába voltunk, szerintem ez az. Hát én ezt megvárom, hogy mi lesz ebből. Nagyon segítünk neki. Hűha. Meg lesz. Menjön ott még. Aha, ott van. Ögyni. Már nem tudok reloadolni. Na várj, itt le lehet menni. Jajaj. Onnan lőnek. Kire lőnek? Miért lőnek? Hol lőnek? Mindegy, itt megyünk le. Jack Flash, hát nem nagyon van. Ó! Oh. Hello! Jaj, elfogyott. Azt hitted mi? Erre csak, ezt kérem. Vedd már föl. Úgy. Ó! Oh. Ez nem rossz. Ó! Oh, ez még inkább nem rossz. Ó! Oh. Valaki közel jön, akkor halott.
Ajaj. És az hova? Emelkedik a víz, az baj. Ó, ott kéne kijutni. Oké. Ott látok egy létrát, szerintem oda kéne menni. Ne, de... Ja, hogy itt kéne... Jó, 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 értem. Itt kéne átmenni. Gyerünk, 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 gyerünk. Már tökömig ér a víz. Megyek, megyek. Így. Á? Nem, ez nem jó. Várjál, hol vagyok én most? Ó, bazeg innen! Ja, mondjuk ez jó, az nem volt olyan messze. Csak az a problémám, de legszorúban túl sok minden nem fogok érni ott. Jába hangzik jól. De bazd meg, de jókor fogysz ki! Na? Szakadj már össze! Na. Ahogy. Én ezt fölvehetem. Így. Jó, én itt hagyom a lángszórót. Dugd ki a fejed! Ahogy mi? Nem jó az a lángszóró. Messze, messze, messze. Aztán meg nyakadig fog érni a víz. Legalábbis jó lenne abban a hitbe érni, hogy ez víz. Aha. Átlakám. Na gyere! Oh-oh. Hello. Oh. Én, na várjál, ha most itt vagyunk. Erre volt a lángszórós. Akkor nézzük meg, hogy erre tudunk-e menni. Nem. Na várjál, és a másik irányba? Hát erre se. Na várjál. Valami itt nem kóser. Mi van? Ide ki? Ja, várjál, 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 jó, oké, erre. Ó, itt a... Itt a német csajszű. Hi, Tex. You remember me? I'm not sure that I do. I'm here to kill her. Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out.
but not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with the Sixth on Sugarloaf, weren't you? I was. And Naha? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom. War's over, soldier. I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everyone knows it. Elsa, are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you. No. No. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. Hospital. What is he talking about? Ez az utolsó katonai jelenet volt szerintem, amire most tudta. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help me get back. The doctor helped me to find my path. And I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her too. Get her out of here. Vix will help. His exit is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now. For God's sake, Jack. What are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help. Mi most meg akarjuk ölni? I was proud to serve you, Jack. Get out of here, Cole! Most tényleg le fogja lőni? Ja, és akkor itt mutatja, aha. Jesus, look at all the kids! Stop the goddamn screaming! I need to think! And how do you expect to do that, you fucking maniac? They're burned to a crisp! Finish them off! Igen, igen, itt van ez a jelenet, amikor kórházat felgyújtották. Get your own fucking hands dirty! I'm out of morphine! Put these people out of their pain! Now! That's an order! Bazze! Oh! Everyone out of here now! Double time! You two get Lieutenant Belt to an aid station. Weapon team will be blowing this place in 2 minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about it. Nem úgy volt az. Jajaj! Ejj! De várj, és akkor most mi lesz Cole-a? Tudod, hogy ilyen primitív módon döglött meg. Ne! Si halált csináltak volna neki, ne ilyet, hogy elviszi a víz. Cole Phelps was the best kind of man. Hear, hear. A war hero who led his men with true valor.
and through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. God! You belittle his memory. Chris Bazzi. Bunko. De egyébként igen. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who recognized the need to remove the odd bad apple from a department made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued to fight the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. Érdekes, hogy pont ő mond beszédet rólunk. And may I say, a good friend. Na, ő meg nem mond semmit. Ne. És így van vége. Jaj. Nagyon jó kis játék volt, basszus. Nagyon élvezetes volt. Ó, de jó kis muzsike. Ráadunk egy kicsit. Hát szóljon be a YouTube. Na, szóval. Hát mit mondjak erről a játékról? Borzasztó jó volt, én élveztem. Feladatok azok nagyon jók voltak, bár van azért bug rendesen a játékban, de mondjuk ezek a poén bugok, tehát ezek nem azok a... Nem azok a nagyon idegesítőek, hanem ilyen kurva vicces poénok, mint eltűnik a kocsi, lebegnek a dolgok, nem tudsz átmenni dolgokon, neki mész a semminek, meg ilyenek. Jó, ezeken én nem húzom föl magam, mert hát ilyenek vannak. De attól függetlenül tényleg egy rohadt jó játék. A küldetések egyébként meglepően változatosak, pedig eleinte azt hittem, hogy nem lesznek olyan hűde nagyon változatosak ugye a egyes készek. De nagyon jó, főleg ez a végén ezek a csavarok, meg ahogy így összeértek a dolgokba, az egyes történetek ugye, volt ugye a újság, volt a visszaemlékezéses, meg ugye a rendesen ahogy haladtunk a történetbe. És a végére, ahogy ezek így összeértek, ez tök jó, bár a végén... Végén egy picit, mintha túl lett volna bonyolítva itt ez a rész, szerintem. Mondjuk, ami kiakasztó és negatívum, hogy lehet így kinyírni a főhőst? Tehát akkor valami hősi halál, hogy lőjék le, vagy valami. De ne az basszus, hogy elviszi a izé a pöcevíz. Tehát, na hát... Még mi kellett Schrödingert így kinyírni? Vagy akkor ne halt volna. De ne, halljon meg, oké. Legyen valami kis drámai vége. De akkor tényleg hősi halál. Na mindegy, ez az egy negatívum, illetve van még negatívum bennem. De azok ilyen nagyon szolidak. Például az, hogy a rendőrautóba még nem lehet dudálni. Tehát csak a szirénát tudod kibekapcsolgatni, de dudálni nem tudsz. Ez mondjuk azért hiányzik. Ja, feljött a talajvíz, igen. Úgyhogy mindegy, attól függetlenül tényleg nagyon hozható játék. És hát nagyon oda kell figyelni egyébként, főleg a kihallgatásoknál, meg hogy minden bizonyítékot összeszedjél. Meg hát azért nagyon megmozgatja az elmét is, hogy te magad mennyire tudod összerakni ugye az egyes szálakat, meg hogy mennyire tudnak téged megvezetni a kihallgatások közben. Mondjuk engem azért jó párszor már megvezettek benne. De hát nem baj, ez egy ilyen játék. Én élveztem minden percét. Nem bántam meg, hogy kipróbáltam. Meg hogy mennyi ideig rágták érte a fülemet? 3-4 hónap? Alsó hangom. Na mindegy. Na jó van, srácok, úgyhogy itt most bezárjuk a Elénoárt. Hát remélem, hogy tetszett nektek a végigjátszás. Élveztétek legalább annyira, mint én. Ha igen, akkor megköszönöm, hogy dobtok nekünk egy lájkot. Ha nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel ránk bátran. Kedden szerintem szintezünk egy picit tovább WoW-ba.
És akkor csütörtökön kipróbálunk egy új játékot, amit én mondjuk már eléggé várok, de most picit vovozni van kedvem, bevallom őszintén. Az új játék viszont hát elég érdekes, ahol elég érdekesen hangzik. Ilyen Pixar stílusú játék lesz, gondolom nem kell senkinek se bemutatni a Pixart, mint animációs film készítőket. Na, hasonlós grafikájú lesz a játék, de ezek mellett viszont horror lesz. Persze nem ilyen véresen horror, hanem ilyen outlastos, lopakodós horror lesz. Úgyhogy hát kíváncsian várom, hogy ebből hogy sikerül horrort alkotni. Mondom, nagyon érdekes ez a műfaj, ez így vegyítve. De mindegy, én elköszönök tőletek, nektek jó éjszakát, vagy jó játékot, vagy bármi. Jó szórakozást, amit fogtok csinálni. És akkor legközelebb találkozunk kedden. Na, addig is legyetek jók. Szevasztok!